tegnapi nyilatkozatod után azt hiszem az egész ország arra kíváncsi, hogy hol szedtek össze reggel a srácok. Sehol az ágyomban, tehát nekem sokkal nagyobb a szám egyébként, mint amennyire, amit ilyenkor ugye nyilatkozik az ember. Ben voltunk a fiúkkal, egy kicsit ünnepeltünk, amennyit lehetett, ugye fönnmaradtunk, sokat beszéltünk, poénkodtunk, ugye jöttek a Telekom vezetők, tehát ővelek is gratuláltunk, és ugye egy nagyon jó kis beszélgetés kerekedett az egész este folyamán, de éjfélkor már igazából, hát a játékosok jóval előbb, de mint vezetők, edzők, éjfélkor kerültünk az ágyba, tehát elvileg semmi nem történt, jól éreztük magunkat, ez a nap, ez meg így alakul sajnos. Mondhatjuk azt, ami most itt van a nyakatokban, ez egy fehér arany ennek a csapatnak? Szerintem igen, tehát egyértelmű. Tehát ez nekem egy olyan boldog érzés az, hogy akik itt vannak, amit ugye tegnap is már nyilatkoztam, hogy 7-8 éves kortól lévő gyerekek itt vannak velünk, és egy Magyar Kupa Final Four-ban döntőt játszanak, én szerintem ennél nagyobb dolog nem lehet az életemben, és hát hogyha minden reméljük és minden jól alakul, akkor még akár egy fordulót ugye a Nemzetközi Ligában is játszhatnak, ami szerintem még külön dolog ez. Úgy gondolom, hogy a tegnapi meccs volt számunkra a sorsdöntő, és tudtuk, hogy a ma akár Szeged Veszprém fog győzni, kevés esélyünk lesz, de úgy gondolom, hogy a csapat színét lelkét kitette a pályára, tegnap elfáradtunk, már egy kicsit elfogytunk, így lett sima a mérkőzés, de nem vagyunk csalódottak, hiszen az ezüstérem éltünk. Mennyire volt különleges az, hogy itt Veszprém döntött rendeztek? Hát én titkon bíztam benne, amikor elkezdődött a Magyar Kupa, hogy Veszprém döntő leszek, hiszen a jelenlegi csapatom és a jövőbeli csapatom játszott egymás ellen, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon jól éreztem magam a pályán. Ugye ez az ezüstérem azzal is jár, hogy jövőre, bár te már nem leszel a csapattal, de indulhatnak a Nemzetközi Kupában, ez mit jelent a srácoknak, hogy lehet? Minden egyes játékosnak az az álma, hogy egyszer Európa Ligában vagy Bajnokok Ligában játszon. Most ezzel a nap, tegnapi nappal teljesült mindenkinek az álma, úgyhogy biztos nagyon-nagyon sokat jelent mindenkinek, úgyhogy sok sikert szeretnék neki kívánni, és bízom benne, hogy jó helyen fognak zárni. Éres József tegnap azt mondta, nagyon boldog volt, amikor bekerültetek a döntőbe, és azt mondta, hogy őt majd valahol reggel össze kell szedni. Hát most azt mondta, hogy nem kellett, de így volt? Nem kellett, de és ez nem egy poén volt, hiszen ma tudtuk, hogy mérkőzés van, attól függetlenül, hogy edző és a csapat része, mi se csináltunk semmiatt, hiszen tudtuk, hogy a sérülés veszélyes, ő is maximálisan szerintem már készült este a mai napra, mi is készültünk, úgyhogy szerintem nem volt semmi. Most azonban lesz egy kis ünneplés? Hát szerintem biztos lesz a buszon egy kicsi zenehallgatás, meg ilyesmik, de azért én személy szerint egy kicsit csalódott vagyok a mai napra, mert nem is szerettem volna bezárni ezt a mai napot. Mekkora nagy nap ez az éles családnak, hiszen nem egy ezüstöt visztek az, hanem mindjárt három, hiszen a két fiad a csapat tagja volt. Hát én nagyon bízom benne, hogy befuttak egy nagyon jó karriert. Tehát ezért nagyon nehéz, nagyon jó kézlabdázónak lenni, sok nagyon nagy munka kell hozzá. Én bízom benne, hogy egyszer odaérnek, ahova ők szeretnének. Hát ugye Benedek az már azért úgy már bontogatja a szárnyát, ugye a Zsombor, ő még 2002-es, ő még nagyon fiatal, tehát ők igazából neki ezt szoknia kell. Rémbüszke vagyok.